A végső csata. Harcra fel! Előre! Előre, harcosok! Vegyük körbe Isten népének táborát! És ma leigázzuk az egész földet! Mert most végre eljön a világ vége! Igazán segíthetnétek egy kicsit. Ismét megjegyezném, talán nem kellene apukád szupersebességű generátorát használnod. Miért? Anya azt mondta, takarítsunk ki. És ennyi erővel a porszívó sokkal hamarabb kitakarít, mint amíg kimondod a szót. Gizmo, szólj neki, hogy kapcsolja ki! Én vagyok a bíró! Szuper! Szabálytalanság büntető! A szülői generátor helytelen használata miatt kénytelen leszek megbüntet. Chris, apukád azt mondta, nem szabad Gizmót kikapcsolni. Bekapcsolom, ahogy végeztem. Chris, kigyulladt! Superbook. A könyvek könyve. Gizmo! És nem beszélve! Gizz! Tűz van! Semmi ok a pánikra! Chris, ki kell jutnunk! Most! Chris, minden rendben lesz. Majd meglátod. Ez nem igaz, Joy. Nem lesz minden rendben. Mit fogunk mondani a szüleidnek? Nem számít. Ezt sohasem fogják megbocsátani. Soha. Superbook! Ne, most ne! Superbook, most nem lehet! Nincs semmi olyan, amiért ne lenne bűnbocsánat. Hallgassatok, figyeljetek, mert az idő rövid. Most meg hol vagyunk, Giz? Joy? Hát te... egy angyal vagy? Igen. Valójában az vagyok. Ez tetszik nekem. Mondd csak, ki vagy? És mégis mit keresel itt? Chris vagyok. Superbook hozott ide. Várjunk csak.
Megérzem az ilyet. Csalódást okoztál Istennek. Tettél valamit. Tudom, hogy érzel. Egyszer én is tettem valami rosszat. Tényleg? Veled mi történt? Igazad van, fiú. Nincs megbocsátás az ilyeneknek, mint mi. De nincs semmi baj. Nem vagy egyedül. Itt vagyok neked én. Egyszerűen nem veszi be a processzorom. Géz, hol van Krisz? Hát itt mell... Krisz! Nem kéne egyedül lennie, főleg most. Joy, nem csak Krisz veszett el. A kronométerem szerint mi is még mindig időn és téren túl vagyunk. Elromlott? Igaza van. Az arcfelismerő szkennerem szerint te vagy János, Jézus egyik barátja. János, nem láttad a barátunkat, Kriszt? Valahol elhagytuk őt. Sajnálom, de nem. Jól sejtem, hogy a te szenzoraid sem tudják megmondani, hogy hol vagyunk és mikor. Éppen a mennyei trónterem előtt vagyunk, az idők végén. Mennyei trónterem? Igen. Azért vagyok itt, hogy lássam, hogy Jézus visszatér az idők végén, hogy igazságot tegyen a földön. Már eddig is elképesztő dolgokat láttam. Szörnyű éhséget és háborút, fénylő angyalokat és az Isten dicsőségét. János, miért mutatja meg ezeket Isten? Azért vagyok itt, hogy lejegyezzem a látomásokat az egész emberiség hasznára. Ó, ez egy eredeti 1.0-ás típus? Klasszikus! Személy szerint jobban kedvelem az Elektro 3000-es pennát. Gravitáció nélkül, víz alatt is működik, a puding sem árt neki. Ne haragudj, de most sokkal fontosabb dolgunk van ennél. Fontosabb az Elektro 3000-es ennél? Igen. Például, hogy hol van Krisz? Hé! Hey! Nem a te hibád, hogy rosszul alakultak a dolgok. Dehogy nem. Nem. Hibás volt a teremtés. Ez Isten hibája. Isten hibája? Úgy van. Bármennyire is azon vagyunk, hogy jobbá tegyük ezt a világot, mégis rossz dolgok történnek. Minden tönkre megy. Még amikor mindenük megvolt, vagyon, hatalom, akkor is kegyetlenekké váltak mind. És bármennyire is békét akarunk, állandóak a háborúk. De az emberek miatt. Ők hoznak rossz döntéseket. Ezt nem Isten csinálja. És ez nem rosszabb? Úgy alkotta meg a világot, hogy az ártatlanokat bünteti meg mások hibája miatt. Nem. Isten megbocsát. Megbocsátás? Nincs is olyan, hogy megbocsátás. Ha tényleg békét akart volna Isten és ember, ember és ember között, akkor lenne betegség meg halál. Segítség! Gondolj bele, hányan hallak éhen minden nap? Szerinted megérdemlik? Miért vannak árvizek, hurrikánok, természeti csapások? És mi van azzal a jó szándékú fiúval, aki csak ki akart takarítani, hogy segítsen a szüleinek? Ő is büntetést kap, csak mert jót akart. Nem beszélve... Ez talán igazságos? Víz, nem mi vagyunk a probléma. Mi legalább megpróbáltunk jók lenni. Egyértelműen látható, hogy a probléma nem más, mint maga Isten.
És nem mindig tudjuk, hova visz minket Superbook. De mindig fantasztikus emberekkel találkozunk, és sok mindent tanulunk. Hát ez épp úgy hangzik, mint Isten szelleme, aki engem is idehozott. Ő a mi vezetőnk és tanítónk. Hogy az Isten szelleme? Igen, akiről Jézus megígérte, hogy elküldi hozzánk, miután felmegy a mennybe. És vesztek erőt, miután rátok száll a Szent Szellem. És lesztek nekem tanúim Jeruzsálemben, egész Júdeában és Szamariában, a föld legtávolabbi pontjáig. Oda nézhetek! Látod ezt? Csoda! Hová tart? Te meg mit csinálsz, Giz? Itt nincs! Nem, itt sincs! Gizmo! Te meg mit művelsz? Keresem Isten szellemét. Valahol itt kell lennie. A szellem itt van, Gizmo. Csak nem láthatod, mert tudod, a szellem mindenhol ott van. Mindenhol? A Szent Szellem bennünk van, bátorít, erősít és tanácsot ad. A Szent Szellem most is munkálkodik, hiszen mindannyiunkat idehozott. Remélem, hogy a szellem Krisszel is ott van. Most mennem kell. Vigyázzatok, gyerekek! Ezek az utolsó napok. Mindenki felelni fog. Remélem, nyelvtant kérdeznek a helyes írás, jól megy nekem. Hallgass! Hallgass! János, mit tegyünk? Engedelmeskedjetek Istennek, és legyetek hűségesek mindvégig. Nem kellene ennyit foglalkoznod Isten megbocsátásával. Ő kegyetlen és igazságtalan. Ő vert meg lelkiismerettel, hogy irányítani tudjon. De mi van a szüleimmel? Sajnos, úgy tűnik, ők is problémát jelentenek. De hadd segítsek én. Csak annyit kell tenned, hogy eszel ebből. És többé nem érzel lelkiismeret furdalást. Szabad leszel. Pont úgy, mint Isten. Nem. Tudom, hogy ki vagy te. Az ördög, a gonosz, a sátán. Edd meg a gyümölcsöt. Szabadítsd fel magad. Nem. Rosszat tettem. Büntessenek meg azok, akik szeretnek, de nem üzletelek veled! Te gyenge elmélyű bolond! Büntessenek meg a szeretteid! Senki sem szeret! Ezért vagy itt teljesen egyedül! Nincs neked senkid! Senki sem olyan erős, hogy megvédjen, csak én! Ne félj, én veled leszek. Nem hagylak el téged. Nincs igazad! Krisz! Krisz, itt vagyunk! Joy, Gizmo, megtaláltatok! Nem! Nem engedek át Istennek egyet sem! Joy, Gizmo! Krisz! Gizmo, csinálj valamit! Az enyém vagy, kis vakarcs! Ah!
Ne félj, mert én megszabadítalak a baj idején. Nem kell, hogy féljek, mert az Úristen megszabadít. Állj! Én figyelmeztettelek! Chris! Ott van mögötted! Javasolhatom, hogy vonuljunk vissza! Csatlakozom! Bolondok! Azt hiszitek, elmenekülhettek előlem? A seregeim körül zárták a föld minden városát! Ez lesz a végső csata. Porrá zúzunk mindenkit, aki Istent követi. És mindegyik őtökre lesújtok a haragommal! Gyorsan, bújjatok le! Fedeznek titeket! Gizmo, bátor vagy! Ez nem szokásod! Itt a világ vége! Nem kéne pont most felemlegetni a hibáimat! Tűnés, sátán! Itt meg mi történt? A végső csata. Ez volt az utolsó csata Isten és a sötétség erői között. És a sátán végleg megbukott, a gonoszság örökre megszűnt. Lehet, hogy a sátán megbukott, de magával vitte a teremtett világ szépségét. Talán nem tudjátok, gyerekek, hogy Isten az újjáépítés istene? Nézzétek! Lássátok, Isten sátora az emberek között van, közöttünk lakozik majd. Az ő népei lesznek, és maga Isten lesz velük, az ő Istenük. Isten minden könnyet letöröl majd a szemükről, a halál pedig nem lesz többé, sem gyász, sem sírás. És nem lesz többé fájdalom, mert a régiek elmúltak. És íme újjá lett minden. Ugye ezt is írod, János? Isten mindent újjá teremt. Persze, hogy leírod ezt is. Semmi elátkozott nem lesz többé.
Isten és a bárány trónja a városban lesz. Hű, már el is felejtettem. Joy, ha Isten meg tud bocsátani az embernek mindent, gondolod, hogy... Anyukád meg apukád is. Chris! Jól vagy, fiam! Nem esett bajod! Mondd, hogy jól vagy! Anya, apa, jól vagyunk, tényleg! Jöttünk, ahogy hallottuk a hírt. Annyira megijedtünk. Gizmo, hogy történhetett ez? Apa, az én hibám. Gizmo és Joy is figyelmeztetett. De én használni akartam a szupergenerátort. Meg tudtok bocsátani? Hát persze, hogy... Mi megbocsátunk neked, mert... Mert szeretünk. Mindig szeretni fogunk. Egy ház, az csak egy ház. De te a fiunk vagy. Micsoda felfordulás! De Istennel minden újjá lesz. El tudod hinni, hogy Superbook megmutatta nekünk a világ végét? De nincs még vége. A Superbookkal csak most kezdődnek a kalandjaink. Jaj, ne! Több kalandot inkább ne! Gizmo! És íme hamar eljövök.
magyar hangok. Gerő Bence, Pekár Adrien, Szokol Péter, Mihály Győző, Magyar Bálint, Jó Gábor, Várkonyi Andrea, Sipos Eszter, Gubányi György István, Újréti László, Barbinek Péter. Magyar szöveg Szekeres Katalin. Gyártásvezető Bárány Judit. Rendezőasszisztens Király Csaba és Dohi Erika. Szinkronrendező Mészáros Károly. Ez a könyv.